Jó estét kívánok, műsorvezető társam Bódi Mátyás nevében is Tóth Zsófia vagyok. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának őszi irodalmi gáláján. Tisztelettel köszöntjük az est valamennyi közreműködőjét, az írókat, költőket, színművészeket, zeneművészeket is. Bízunk abban, hogy ezen a gyönyörű helyszínen, a felújított Pesti Vigadó dísztermében kellemes és tartalmas időtöltést, magas szintű művészi élvezetet nyújt majd mindannyiunk számára a mai este, az irodalmi tagozat második gálaestje, amely valamivel több mint fél esztendővel követi az idén április 15-én megrendezett első tavaszi irodalmi gálát. A műsort a szerkesztők ezúttal is az irodalmi tagozat tagjainak alkotásaiból állították össze. Törekedtek arra, hogy a magyar irodalmi élet aktuális eseményein túl, a jelentős művek, életművek bemutatásán, elismerésén túl, az egész magyar társadalmat foglalkoztató időszerű gondolatok is szerepet kapjanak az est folyamán. Mindenekelőtt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének felidézésére gondolunk. Az őszi időszak minden esztendőben alkalmat ad arra, hogy ismét végigéljük az 59 évvel ezelőtt történteket. Azt a néhány hetet, amikor mindent egy lapra téve fel, a magyarság megkísérelte az ország függetlenségének, az emberek szabadságának visszaszerzését. Mai műsorunkkal szeretnénk hozzájárulni az 56-os forradalom méltó emlékezetének ébresztéséhez is. Az elmúlt hónapok friss könyvtermésére, a jeles évfordulót ünneplő akadémikusok életművére is utalnak majd irodalmi összeállításaink és az elhangzó beszélgetések. Végül mai gálaestünk végén kerül sor első alkalommal a Magyar Művészeti Akadémia három elismerő oklevelének átadására, amelyekkel az esztendő legfigyelemre méltóbb szép irodalmi könyveire szeretnénk felhívni a nyilvánosság figyelmét. Az oklevelek odaítéléséről a tagozat október 27-i ülése döntött. Számos jelölt közül titkos szavazással választotta ki azt a művet, amely kiérdemelte az év legjobb könyvét megillető oklevelet, továbbá két kötetet, amely érdemes az év könyve nívódíjról szóló oklevélre. Első irodalmi összeállításunkkal kezdjük a gálaestet. Jókai Anna versének részletét Újhelyi Kinga, Czapó Gábor írásait Csurka László, Fekete Vince versét Rátóti Zoltán, Kovács István elbeszélését szintén Csurka László előadásában halljuk. Jókai Anna, krónikás ének, 1956-2006. Ha megveszed koszorúmat, én eladom, ha az árát én magam is nem sokallom. Kegydíj annak az ára, kapját tüstént utána, de most mindjárt. Kegydíj annak az ára, kapját tüstént utána, de most mindjárt. Szép ünnep az 56-os, békülj Maris, békülj Lajos. Nincsen pénzed, amit elkölts, vagyonod a tiszta erkölcs. Életedből nincs sok hátra, vigyázz hát a valutádra. Szuperkorban ampír fotel, ötcsillagos üveghotel, kagylókád és spanyol bidé, minek neked luxus izé? Erre ugyan miért vágynál? Kéznél van a bágydogágytál? Nem cinizmus, humor csupán, senki se vág öreg kupán. A nyílt színen ölelkezzünk, a színpad mögött öklendezzünk. Voltunk élők. Legyünk holtak. A múltjukból kiraboltak. Múltunkat átfestették. A jövőt is magukévá tennék. De ha meghal minden is, a remény még éltet. Sorsunk, akarásunk nem érhet így véget. Várjuk hát, várjuk a cselekvő igéket. Krisztus a Jézusban kérünk,
kérünk téged. Mária, Mária, amiért fiat fiainkat megölték, legyen az az élet. Jaj, de ködös, jaj, de rögös, az az út, amelyen az édes hazám elindult. Édes hazám, fordulj vissza ködös utadról, s emlékezz a be nem váltott szavadról. Édes hazám, fordulj vissza ködös utadról, s emlékezz a be nem váltott szavadról. A bárány történetünket beírta már a könyvbe, pecséttel lezárta, kereszttel jelölte, kitörölhetetlen immár mindörökre. Erre csörög euró, arra lyukas mogyoró, kendővel a szemedden bujócskázni, mire jó? Új ünnepen, hej, haj, te légy a fogó! Szakó Gábor 30 éve gyűjti anekdótáinkat, és magyar rémmese címen közlő őket. Eddig 6 kötetet tett közzé. Tóth Béla 19. századi gyűjtő nyomát követi, de közben a saját írói útját is járja, megtörtént eseteket keretbe foglalja, ahogy Boccaccio vagy Navarrai Margit tette. 2006-os, 56-os. Szépasszony barátai döbbenten mesélték tapasztalataikat, hogyan, miként támadtak meg minden fölszólítás nélkül rendőr, egyenruhás, pajzsos csapatok védtelen embereket, akik békésen ünnepelni próbálták az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Elhangzottak személyes élmények is. Édes szájú lóorvos például feleségevel együtt kijött a Deák téli metró megállóból. Még körül sem néztek, amikor az asszonyt egy hatósági gumilöbedék lábon találta. A szomorú események tiszteletére böjtöt tartottak. A nagy hírű borok demizsonokban pihentek a pincében. A legendás sütemények és szendvicsek alkatrészeik szerint zacskókban, dobozokban, és mindegyikben várakoztak a jobb időkre, hogy hivatásukat betöltsék. A televízió is megjelent a társalgásban. Természetesen nem a maga eleven hideg valójában, hiszen szépasszony ilyen tárgyat nem engedett be az otthonába, hanem a piarista matematikus Zsolt úr elbeszélésében. Bevallom rossz szokásom, de október 23-án bíz, kattingattam a távkapcsolót. Az egyik kereskedelmi kloáka betelefonálós műsorában megütötte a fülemet egy különös idős női hang. Ismerős, mert bizonyos irántságú adók szakszerűen elfogult riportereivel gyakorta szokott csevegni. Mik nem derülnek ki róla, Zsolt atya? Csóvált a fejét édes szájú lóorvos. Hát még a barátnőmről, folytatta a melák szerzetes. Szó szerint a következőket mondta. Képzelje, szerkesztő úr, nem tudok ünnepelni,
mert ugyanaz a csőcselék garázdálkozik az utcán, mint 56-ban. Pongrácz Gergely. Szépasszony vendégei között rendszeresen feltűnedeztek különös alakok, hasonlóan a békásmegyeri kerthekhez, melyeket gyakran fölkeresnek a Rókahegy, a Nagykevély és más tájak lakói, fenyőrigók, szajkók, sőt, lakótelepi denevérek is. Ez alkalommal egy bőgatyás férfiú emelgette a szőlős gazda Rizlingtől aranyos poharat. Szarka fia, László néven mutatkozott be, és honfiúi lelkesültségehez illő módon az 56-os forradalommal kapcsolatos mesét mondott. Miután Pongrácz Gergely hazajött Amerikából, meghívták az orosz követségre. Elment. Amikor belépett valami ügyvivő, fogadta azután a nagykövet. Ő rögtön a társaság középpontjába vezette, s rövid, de megrendült beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Történelmi esemény, hogy az ellenünk harcoló egykori Korvin közi parancsnok bejött az orosz követségre. A meghívottak lelkesen tapsoltak. Gergely kivárta türelmesen, hogy szóhoz jusson, majd csöndesen mondta. Nem az a történelmi esemény, hogy bejöttem, hanem az, hogy ki is fogok menni innen. Fekete Vince, kizökkent idő, szárnyvonal. Amikor még mindent sikerült csodálatosnak találnunk. Még minden volt, és minden még feneketlen odaadás. Ránk vetült naponta a fény, és nem csak a réseken át. Aztán, mint a puzzle játék részei, amikor végül kirakódnak, úgy állt össze egyetlen nagy egészé a világ, és az, ami ebben a történetben az én időm, az én terem volt. Szárnyvonal. Az voltam neked. A fővonalaktól, csomópontoktól távol, világ végén aprócska vicinális, fapados vonat, olcsó jegy, minimális komfort, de mégis jó. El lehet jutni vele, igaz, csak zögykölődve, és ha nem siet az ember oda, ahová különben egy negyed idő alatt stoppal, autóval, taxival. De olvasni lehet közben. Nézelődni, ahogy 10 percenként megáll, s nekilódul a mezőnek a hegyek alatt, félkaréban. A kalauz leszáll, előre baktat, vizet iszik, majd a vonat elején felugrik újra a lépcsőre. Nyírkos, petróleummal felmosott padló színe van az égnek és a földnek. Csak a menetidő, az állomások órái jelzik, hogy reggel vagy éppen este van. Nagy kopár várótermek, várakozások a szutykos mozaik kockákon. Zizegő sürgönydrótok, rajtuk csillogó zúzmara a hír. Az alsó lépcsőn a növekvő sebesség, ahogy egybe mossa a talpfa közöket. Minden állomáson föltápászkodik, és álmosan a lépcsőhöz botorkál egy-egy utas, aztán leszáll. Elől újra nekirugaszkodik a mozdony, rándul és elindul. Mint a hulló falevelek, zizzennek a szavak. Utasoké. Arcuk fáradt, szomorú, egymáshoz hasonló. Elnyúlt testük, mintha lebegne,
és nem érzékelni a vonatzötyögést. Amikor fékez, a léptük meg-meginog, ahogy a folyosón igyekeznek az ajtó felé. Léghúzat örvénylik az utolsó kocsi mögött. A szél a szemembe borzolja hajam. Kovács István Babérkoszorú díjas költő, író, a Gyermekkor tündöklete című 1998-ban a Kortárs kiadónál megjelent regénye az 1950-es években játszódik. A gyermek nézőpontjából ismerjük meg benne ezt a kegyetlen korszakot, majd az 56-os forradalom napjait, heteit. A drámai események jelentős része a fővárosban, illetve a budakeszi határában lévő Fodor szanatóriumban játszódik. Kovács István regényéből 2006-ban Erdős Pál Budakeszi srácok címmel szép számú nézőt vonzó, sikeres ifjúsági filmet forgatott. Talán nem is helyes ez a kifejezés, bár a főszereplők főként gyerekek, kis és nagy kamaszok, de a film mára bebizonyította, hogy képes lekötni a felnőtt nézők figyelmét is. Tudjuk, hogy 1956 megítélése még ma is ellentmondásos, még az elmúlt években is születtek olyan művek, amelyek a forradalmárokat nem hősöknek, hanem csőcseléknek mutatták, ahogy ez korábban a megtorlás éveiben kötelező volt. Kovács István milyennek látja 56 ábrázolását a magyar irodalomban? Hát, ahhoz, hogy azt hiszem hitelesen tudja az ember ábrázolni 1956-ot, meg kellett élnie azt a csodát, amit az a 12 nap jelentett, ami számomra ez a 12 nap a szeretetnek a rokonértelmű fogalma így ivódott belém. Ezt próbáltam ebben a regényben megírni. Vagy pedig úgy kell olyan beleélő képességgel kell rendelkezni, ami tulajdonképpen nagyobb tehetséget igényel, mint amit az ember átél, hogy meg tudja önmaga számára jeleníteni a szeretetnek ezt a egészen sajátságos időszakát, amelyik a magyar történelemben, de azt hiszem az európai történelemben is egy egészen rendkívüli és eseménysor. Tehát nem lehet elhelyezni a történelemben. Ez egy sajátos költészet volt ez a 12 nap. A film forgatása és bemutatása milyen tapasztalatokat jelentett az ön számára? Hát részben Budakeszin forgattuk a filmet, részben a Fodor szanatóriumban már csak egyetlen épület maradt meg abból az időből, amikor ez az esemény játszódott, illetve a Korányi szanatóriumban forgattuk a filmet. A regényben egyébként mindenki a saját nevén szerepel, és nekem nagyon sajátos élmény volt az, hogy a regényben szereplő dr. Iskó Tibor, aki egyébként az Állami Fodor József szanatórium igazgatója volt, elmesélte azt, hogy súlyos operáción esett át, de tudta, hogy ez a film készül, és azt mondta az operáló barátjának, tudod, hogyha esetleg klinikai halál állapotába kerülnék, akkor ne hozzál visszel rá az életre. Aztán hirtelen azt mondja, hogy nem, ezt a filmet még szeretném megnézni, és ahogy elmesélte nekem, ezt a filmet egyébként minden nap megnézi. És úgy véli, hogy talán az örök élet fogalmá, örök életet fog élni, mert azóta már a 94. életévét tapossa. És nekem az volt még az élmény, hogy ugye ez Budakeszinnek a mártírja, Márics László, aki nekem egy idősebb játszótársam volt, hát ha így mondhatom, és ott ült mellettem a bemutatón a nővére, és láttam az ő megrendülését, és számomra az nagy elégtétel volt, hogy az alakja hitelesen jelent meg ezen. A filmen ugye tragikus volt, Huszár Zsolt játszott az ő alakját, aki egy pár hónappal később, vagy pár évvel később meghalt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm a művészeknek is az előadást. Köszönöm szépen. Következő összeállításunkban Ferdinándi György kis prózáját, Blaskó Péter, Vati Zsuzsa novelláját, Újhelyi Kinga, Grendel Lajos elbeszélését Blaskó Péter előadásában halljuk.
Ferdinándi György születésnapok. Azt állítja ez a kedves barát, hogy a 80-on, ezen a kerek évfordulón megillik kérdezni tőlem, hogy volt-e, és ha igen, melyik a legemlékezetesebb születésnapom. Megdöbbenek. Az évfordulók az én életemben is, mint gondolom a legtöbb ember életében, banálisak. Azután mégis eszembe jut a 9. születésnapom. Az első, amit nem otthon ünnepeltünk, és amin apám már nem volt jelen. A Mátrába menekültünk a bombázások elől, anyánk, Böske nénénk és mi a három gyerek. Emlékszem, gajatetőn a nagyszálló ablakából néztük az ágyuk torkolattüzét, a fényszórók pásztázta eget Budapest felett. Bent az étteremben francia tisztek vacsoráztak, ők a háború elől menekültek ide hozzánk, amikor Galliát elfoglalták a németek. De volt lent az alaksorban egy apró, így mondtuk, székely étterem. Mi öten ott tartottuk meg a születésnapomat. 8 órakor azokban az időkben egy pillanatra kialudtak a lámpák. Akkor kezdődött az elsötétítés. Amikor kinyitottam a szemem, előttem volt az ajándék egy igazi karóra. Megcsókoltak anyám és Böske néni, a kövér Böske, a nénikémet magamban még most is így nevezem. Aztán felgyorsultak az események, visszautaztunk Budára, apánk eltűnt, bejöttek, így mondtuk, bejöttek az oroszok. Én falura kerültem, csángó menekültek fogadták be az éhező pestieket. Királyéknál pásztorkodtam kis dorogon a 10. születésnapomon. Hát, csak így. Minden megváltozott körülöttem egyetlen év leforgása alatt. Ami az első karórámat illeti, elkérte az az ember, aki átvezetett a határon 1956 csatakos őszén a bukott forradalom után. Attól fogva fél évszázadon át nem volt több emlékezetes születésnapom. Vati Zsuzsa, családi hétvége. Talán a jó idő miatt. Halottak napján olyan vidám volt a temető, mintha tavaszi napforduló lett volna. Áramlott fölfele a sok ember, a hozzátartozókkal való találkozás közeli örömével, s mert többnyire a családtagok többen együtt jöttek, könnyű volt elhinni, hogy nem is a temetőbe, nem egy halott apához, anyához, hanem családi találkozóra jöttek, amilyen egyszer van minden évben, mint a karácsony, új év, húsvét. Akik lefele jöttek, azoknak is vidám mosoly volt az arcán, mint akik azt mondják, nem jöttünk hiába, megvagyunk, együtt vagyunk, minden megvan. A gyerekek kergették egymást, mint a játszótéren, sikongtak, ismerkedtek. Pszichó is a családjával jött. 2 gyermekével, gyermekei gyermekével, a gyermekek feleségével, férjével. A gyermekét váró anyuka olyan szép volt, mint talán sohase. Táskáját a férje hozta, és a másik anyuka tolta a gyerekkocsit, benne a 4 hónapos csecsemőt. A 3,5 éves nagy testvér az egyik sír körül futkosott, és azt kiáltozta, érjutol, ha tudsz, érjutol, ha tudsz. Sütött a nap, mint nyárutón. Ki kabátban, ki sejemblúzban, ki kardigánban, vagy pulóverben volt. És a temetőben lévők örültek, hogy létezik ilyen halottak napja is. Sőt, biztosak voltak benne, hogy a halottak is örülnek neki. Pszichónak, ki tudja miért, az jutott eszébe, amit egy néhány évvel ezelőtti temetésen egyik barátjuk mondott, aki hivatásszerűen mindig mindenkit meg akart hökkenteni. A halál tulajdonképpen egy jópofa dolog. Pszichó most sem érti, mi a jópofa benne, de elmulasztotta megkérdezni, és most már nem tudja. Mert Gyula, a hivatásos meghökkentő is,
forgatókönyvíró, prózaíró és költő elment. Ők pedig odaérnek a társ, az apa, a nagyapa a jó barát sírjához, és a síron álló angyalhoz. Leteszik a virágokat, megsimogatják az angyalt, és a legnagyobb gyermek, a 3,5 éves nagy lány ráül a sírra, maga elé teszi az egyik csokrot, és azt mondja, itt az én lakföldem. És mert a felnőttek mosolyognak, hozzáteszi. Most a temetőben vagyok, de délután elmegyek a népfesztiválra. A kisebbik gyermek, mintha meg akarná mutatni, hogy ilyen jól sehol se lehet aludni, csukott szemmel fekszik a kocsiban, meg se mozdul. Az emelkedő földúttól sem ébred fel, a nagyobb gyerekek kiáltozásától se. Pszichó örömmel állapítja meg, hogy a családi temető látogatás igazi együttlét. Ha valaki egyedül jön a sírhoz, a hozzátartozónak nem azt meséli el, hogy tegnap mi történt, vasárnap kivel találkozott, hanem a szokásos panaszt, hogy nehéz egyedül, ugye tudod, azt is tudod, az ember nem arra való, hogy saját magával beszéljen meg mindent, hogy magától kérdezze meg, amire eddig se tudott magának válaszolni, de mielőtt folytatná, a 3,5 éves gyermek melléje társul. Tegnap volt a névnapom, mondja, mire pszichó zavarba jön. Elfelejtettem? Miért nem köszöntöttem meg? Ha nem 3, hanem 13 unokám volna, akkor is tudnom kellene, gondolja. És mindjárt elhatározza, 2 naptárt fog ezentúl az asztalán tartani. A nagyobbik mellett egy kisebbet is. Ebbe írja bele a családi, baráti születésnapokat, névnapokat. Mit kaptál ajándékba? Kérdezi a picitől. Fagylalt készítőt. Ezen ő lepődik meg, mert bár a játékok 1000 fajtáját látta már, de hogy fagylalt készítő is létezik, eszébe sem jutott. A fáradhatatlan gyermek, hercegnő, ezután a gyermeket váró leendő anyuka kezét fogja meg. Megy mellette, nézi a szembejövőket, és elmeséli, hogy mi történt tegnap az óvodában. Tegnap gombariadó volt, mondja. Valamennyien lementünk az óvóhelyre, és amíg várakoztunk, Sárival megmacíroztuk a lábunkat. Még egy kis gyalogolás, és már is odaérnek pszichó öccse sírjához. A testvér, akit nővére annak idején hol Domuzinak, hol Akáciusznak szólított, korán ment el. Mint aki elfelejtett, vagy nem ért rá azon gondolkozni, mit kell másképp csinálni, hogy még 50 év után is éljünk egy ideig. Mikor valamennyien körülállták a sírt, pszichó tisztán hallotta, hogy öccse nem is annyira a mélyből, inkább valahonnét fentről vidáman azt mondja, kicsik, nagyok, rendes tőletek, hogy eljöttetek, hogy minden eljöttetek. Aztán a gyermek elindul lefele, ők libasorban mennek utána, megkönnyíti az útjukat, hogy most már lefele mentek, nem felfele. Ez a visszafele út is jókedvű, mintha a meleg, a szokatlanul fényes napsütés mindenkit meg akarna cirógatni, csiklandani. Egyszer csak ott álltak a temető kijáratánál, bejáratánál. A téren az ismert szobor, Főnix. Körülötte rengeteg égő gyertya és ember. A szobor diadalmas szárny és fejtartása jelzi, azon kevesek közé tartozik, aki legyőzte a halált. Meghalt többször is. Ezután is meghal, de mindig feltámad. Ezt egy apa meséli a gyermekeinek, és azt is, hogy a madár tollai arany és bíbor színűek, tápláléka harmat és cédrusvirág. 500 évig él, mondja, mielőtt meghal, fészket készít magának, és énekel.
akkor tűz jön az égből, elégeti, de 3 nap múlva megint él. Sokan állnak a halált legyőző madár körül. Nézik, előveszik saját gyertyájukat, meggyújtják, és remélik, hogy amit most kívánnak, teljesül. Grendel Lajos, Gulyás Béni. 45 év után sem tudom eldönteni, vajon Gulyás Béninek aznap végképp elmente az esze, vagy ellenkezőleg 73 éves korában kissé túl későn, de végre megjött. 1969. augusztusa volt, méghozzá 21-e, és Gulyás Béni egy héttel ezelőtt temette el a feleségét, a nagy pofájú asszonyt, ahogy sokan nevezték, mert öregkorára olyan retteget lett, mint az ördöggel cimboráló és azt a haragosaira uszító vén boszorkány. Márpedig nem volt egy ember, akire 65 éves korán túl ne haragudott volna, úgyhogy nagy kő esett le az emberek szívéről, amikor 10 napja a haláláról értesültek. Még Gulyás Béni is egyfajta megkönnyebbülést érzett, de azért nem mutatta, mert az özvegy férj nem mutogathatja csöndes örömét. Gulyás Béni a 13. utcában lakott, az utolsóban, mert az utca túloldalán már a napraforgók széles mezeje következett, vagyis a város leges legvégén, ahol a kisalföldi táj és a pár száz méterre odább a szőlőt termő dombok találkoznak, átadván a helyet az igazi dombvidéknek. Persze a 13. utcának volt hivatalos neve is, de ezt senki sem használta. Először egy szlovák hazafiról nevezték el, majd jöttek a magyarok 38-ban, és megváltozott az utca neve, Szent Sebestyénre keresztelték, de nem sokáig maradt. Jöttek ismét a csehszlovákok, és az utca egy másik hazafiról lett elkeresztelve, de csupán 4 évig maradt. Akkor a kommunisták átvették a hatalmat, és a név újra megváltozott. Valami ősi kommunista nevet kapott, az egész város nem tudta, hogy kicsoda volt ez az illető. Szóval maradt a 13. utca, biztos, ami biztos, azt nem lehetett elfelejteni, mert az utolsó utca volt a város végében. Augusztus 21-én enyhe gyomorrontásom volt, legszívesebben az ágyban maradtam volna, de Gulyás Béni kért, szinte könyörgött, hogy ezen a napon nála aludjak, mert augusztus 21-én sok minden megtörténhet. Már ekkor jelentkezhetett az agyműködés zavara? Vagy inkább csak később, és 45 év távlatából már összekeverem a szezont a fazonnal? 1969-ben csak mosolyogtam, meg bosszankodtam, meg másodéves egyetemistaként csak gőgösen lenéztem az általam rohadtul beszari rokonságomat, köztük Gulyás Bénit is. Még nem múlt el 68 lángja. Az ember, közöttük én is, kiszámíthatatlan és szubjektív a végtelenségig, hiszen már 1 éve minden eldőlt, csak én, és 20 éves egyetemista társai nem akartak erről hallani sem. Az egyik énem azonnal Pozsonyba akart menni, és nyíltan lázadni és lázítani, de a másik énem, a csöndesebb, a megfontoltabb már tudta, hogy hiába való az egész. Ez pedig az ősi törvény, a rossz még rosszabb lesz, és az ember behunyja a szemét, hogy ne lássa a rosszat. Szóval ilyesmi is forgott az agyamban augusztus 21-én, de amúgy csak mellékesen, mert a gyomorrontás miatt rossz kedvem volt, ráadásul 21-e volt, és az emberek gyűlölték a szovjeteket, meg a lassan visszaáramló volt fejeseket, akik még nem ültek olyan biztosan a székeiken, de már biztosak voltak benne, hogy az új hatalomnak szüksége lesz rájuk. Meleg volt, mint augusztus 21-én 1 éve, úgy látszik, az augusztus vége derült volt és fényes, mintha nem történt volna semmi, mintha az időjárás már más szempontok szerint állt volna össze. A történelemmel minden esetre nem törődött. A városban csönd honolt,
Az emberek vagy munkába mentek, vagy otthon tartózkodtak, és az otthon tartózkodók közül a bátrabbak még kimerték tenni a Dubčekről és Szvobodáról készült fotómásolatokat az ablakba. De amúgy csönd volt a kisvárosban, mert nem itt dőlnek el a harcok. Legfőjebb szurkolni lehet a jónak, vagy amit jónak neveznek. Gulyás Béni rémülete meglehetősen groteszk volt, de hát az unokabátyám volt, segíteni kellett a megalapozatlan félelmén. Végig haladtam az első, a második, a harmadik utcán, itt-ott kakas kukorékolt és ebb ugatott, itt-ott járókelő jött velem szembe, a belvárosba igyekeztek nem túl sietősen. Minek is siettek volna? Már rég eldőlt a küzdelem, méghozzá az úgynevezett rossz javára. Köszöntem és visszaköszöntek. Tulajdonképpen a kisvárosban mindenki mindenkinek az ismerőse. Gulyás Béni már várt rám, pedig csak 9 óra volt. Hol a fenébe mászkálsz, mondta idegesen. De hiszen még csak reggel van, igyekeztem megnyugtatni őt. Eszembe se jutott, hogy ennek a félelemnek más oka is lehet. Titokzatos oka, amiről csak a lélek mélyén tudja valaki, aki a legkompetensebb, vagyis ő Gulyás Béni. De vajon tudta-e? Évekkel később jutott eszembe, hogy talán ott kezdődött. Meg sem kérdezte, hogy eszem-e valamit. Nem mintha valami nagy étvágyam lett volna, éppen ellenkezőleg nem kívántam még a száraz kenyeret sem, de mégis úgy illett volna, ha már kifáradtam ide a világ végére, teljesen fölöslegesen. Tehát mit tehettem? Jóval idősebb volt nálam, és engem úgy neveltek, hogy meg kell hajolni az idősebbek kora előtt. Gulyás Béni ezt tudta, és ki is használta. Én meg cserébe fölvágtam aprófának a tűzrevalót, mert sparheltja volt, azon főzte az ebédet. Fél egykor megebédeltünk. Lecsót ettünk, mert az könnyű volt elkészíteni. Ha összeszedtem magam, még én is tudtam lecsót csinálni. Egykor Gulyás Béni lefeküdt aludni, előttem pedig ott volt a délután, egy végtelenebbnél végtelenebb délután, mert az este olyan messze volt, mint az olasz hegyek között nyaraló göndörkéshajú Julis. Már 3 hete elutazott, és még csak képeslapot sem küldött onnan. A nyugágyat kitettem a diófa árnyékos részébe, és lehuppantam, és nem tudtam, mit kezdeni magammal. Talán aludtam is egy keveset, mert amikor fölébredtem, a nap már olyan szögből sütött rám, hogy 4 óra lehetett, talán el is múlt pár perccel. A lábamat sütötte comb középig, a testem egy része árnyékban maradt. A végtelen napraforgó mezők lehajtották a fejüket, mint akiknek mindegy, hogy holnap szüretelik-e őket, vagy egy hónap múlva. Messze a szőlőtőkék között emberek jártak, de ez olyan messze volt, hogy már nem lehetett kivenni, hogy nőke vagy férfiak. Persze semmi hadicselekmény nem történt, végtelenül unalmas nap volt, mint az előzők, meg a még előzők, meg a következők, és a rájuk következők. Csak Gulyás Béni fantáziájában volt némi mozgás, orosz katonák keltek át a folyón, aztán becserkészték a házát, és mindegy szálig kiirtották a tyúkokat és a kacsákat, hogy egy szál nem marad belőlük. Persze a valóságban a tyúkok időnként kotkodácsoltak, a kacsák megfürödtek a mesterséges tóban, és még a disznó is elröffentette magát, ha úgy adódott kedve. Szóval nem az én napom volt. Jártam egyet a kerítés tövében, leültem, és 10 perc múlva újra járni kezdtem, mert kezdtem nem bírni a nem cselekvést, aztán lementem az utca végébe, és visszajöttem. Állt az idő, vagy alig mozgott. Egyszer csak Gulyás Béni letelepedett a kerítés tövében. Foszladozó gatya volt rajta, talán még a világháború idejéből, amikor még meg sem született. Azt mondta csöndesen, már nem jönnek az oroszok. Meglehetősen mérgesen feleltem. Hogyne, hiszen itt vannak már egy éve. Nem lett volna szabad ingerültnek lennem, de hát fiatal az ember úgy 20 éves körüli, és még semmit nem tud az életről. Mindent tud, és semmit sem tud. De ez csak 10-20 év múlva tudja meg, amikor már egyre több ősz hajszál vegyül a kobakjában. És ami egyértelműnek látszott hajdanán,
most egyre több kétséget vet fel. De akkor már nem élt Gulyás Béni, és nem lehetett bocsánatot kérni tőle. Mert elérkezett az idő, hogy már nem számítottak az oroszok, itt voltak vagy sem, egyre megy, már csak a halál számít. De 1969-ben még nem volt mindegy. Miért volt ez a cirkusz? Folytatta Béni. Legalább most minden a régi. Régi, de legalább ismerős. De tavaly nem így beszéltél, és én fölháborítónak tartottam a színe változását, mintha tényleg meghibbant volna. És azt hiszed, hogy jobb lett volna? Ha Dubček győz, az jobb lett volna? Azt feleltem. Pedig majd megkékültem az elképedéstől, még az is az eszembe jutott, hogy ne talán viccel. Én pedig úgy gondolom, hogy az a 68 nem létezett, hogy az csak az álmomban létezett. Most felébredtem, az álom tova tűnt, minden folytatódik, ahogy az álom előtt volt. Én nem így gondolom. Gulyás Béni arcán halvány mosoly jelent meg, csak találgathatom, hogy a naivitásomnak szólt-e, vagy úgy gondolta, még túl fiatal vagyok, vagy egyszerűen önmagának szólt, belátta, hogy nincs visszaút. Az ő korában már túl későn van. Én meg jobban szeretek biztosra menni. Végül is a diktatúrával is ki lehet egyezni, föltéve az ember már sokat látott. Én békében szeretnék meghalni. Dubček pedig naív ember. Nagy nehezen feltápászkodott, fájt a lába és a dereka. Megyek egy kicsit pihenni. Itt maradsz estére? Megígértem, mondtam szűkszavúan és tulajdonképpen vérig sértve, hogy micsoda alak ez a Gulyás Béni, még a kutya szart is fölsöpri a kommunisták után. Na, ez tavaly volt, 1968-ban tette hozzá úgymond bölcsen, ma viszont ma van, 1969, és a tavalyi év már nem érvényes. Nos, ma se tudom, hogy mikor kezdődött. Másnap, augusztus 22-én, én majdnem délig aludtam, és kicsit furcsálottam, hogy nem jön a konyha felől semmi zaj. Holott, ha jól tudom, Gulyás Béni már 8 után felkelt és megreggelizett, ami lábosok leverésével járt, hangos káromkodásokkal, ha oka volt rá, ha nem. Most viszont csend volt. 00:30-kor óvatosan benyitottam a szobájába. Jobban mondva, benyitottam volna, ám a szoba csukva volt. Ébren vagy? Kérdeztem aggódva, hogy talán Isten tudja, agyvérzést kapott vagy mi. Mi a fene, te még itt vagy? Kiabálta ingerülten. A legjobb lesz, ha most tüstént hazamész, mondta, és úgy beszélt, mintha telefonon értekezne, hangosan, mintha süket volnék. Szedtem a sátorfámat, és a következő percben már ott sem voltam. Még ragyogó nyár volt, a legkevésbé sem emlékeztetett augusztus végére, inkább a nyár elejére. Nem gondoltam semmi különösre, mert az a fickó, aki én voltam, 20 év körül járt, és eszébe sem jutott a kezdődő agylágyulás. Ha ugyan agylágyulásnak lehetne nevezni Gulyás Béni esetét. Évekig arra gondoltam, hogy itt kezdődött az Alzheimer kórja augusztus 21-én, ez a megállíthatatlan betegség, amely után a halál a megváltás csodájaként üdvözül. Olyan jó ezt így elfogadni, olyan megnyugtató, mintha a betegségből a halál hozna igazi megnyugvást. Csak az utóbbi időben öregen és erőn fogytán fogadom el, hogy lehetett ez másképpen is. Mert öreg lettem, mint a sivatag, a gyümölcsfák elszáradtak és elpusztultak, mindent belepett a homok. Lehet, hogy Gulyás Béninek mégis igaza volt, jönnek a katonák és mennek a katonák, hogy oroszok-e vagy nem oroszok, mindegy. Gulyás Béni felfogta, hogy az ember 20 éves korában nyílik nagyra, és 70 éves korában ér el odáig, hogy egyé válik a fűvel és a pusztával.
Gála estünk első részének befejezéseként Dubrovai László, Nagy László dalok és Gyurkovics dalok című szerzeményeit halljuk. Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas operaénekes és Virág Emese, Liszt díjas zongoraművész előadásában. Kondatám a trétemre. Csapatosak már a varjak, csapatosan add a csókot, csapatosan, csapatosan. Hogy meghalni ne akarjak,
mint széttépet fehér madár. Akit a fenyvesben óhó. Ragadozón, édes rics, te özvetséget oldozó. Hóhérkodásnak gyönyörű vadja, te fehér madár, fokét a fenyvesben óhó.
végleg lemerült. Ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel tereságra, ki feszül fel a szivárványra. Vagyok, megsemmisíthetsz. Úgy is tudom, megsemmisítesz. Akkora vagyok, mint a por, amit a lovas letipor. Állok örökké veled szemben, két magamnál jobban szeret. Sem vagyok hozzád képest, por beszél a poristenéhez. Ahogy a nyom beszél a lóhoz, lép rám, tiporjel, ne gondolkozz. Azt akarom, mikor e tájon elpusztítasz. Neked is fájjon! Kéne szállni, fél
visszajönni a nyár, megint fecskért kiabál. Jövök azt mondani, ahogy a fecskék hangjai, megyek, így fecsekül minden.